majd a Gerda fog következni a záróelőadásról. Azt nem tudom, hogy kivezeti azt az előadást, de én akkor most erről a szekcióvezetéstől most visszalépek, és várjuk a záróelőadást. Jó, köszönöm szépen mindenkinek a kérdéseket, előadásokat, részvételt. Ez azt jelenti, hogy megkaptam a szót, akkor elkezdem az előadásomat. Előzetesen szeretném megköszönni ezt a kitüntető szerepet, hogy zárszót mondhatok, mert hogy zárszót mondani mindig azt jelenti, hogy olyasmi elhangozhat, ami előtte nem. És én remélem, hogy valóban olyasmit fogok elbeszélni, ami érdekes és a témához tartozik, bár látszólag egy marginális kérdést érintek. Bele is vágok. A diskurzus csendje címet adtam az előadásomnak. Dosztojevszki Karamazov testvérek című művében elhangzik egy poéma, amit Iván Karamazov egy évvel az előadása előtt gondolt ki, és az emlékezetébe jól bevéste. A regény egyik jelenetében, egy vendéglőben elmeséli öcsének, Aljosának. Ez egy poéma. A poéma egy jelenést ír le. A 16. századi Szevillában egy nap megjelenik Jézus, aki ugyan nincs megnevezve, mégis mindenki számára egyértelmű, hogy kit látnak, és ezt a csodatétele is kétségbe vonhatatlanná teszik. Tanulja ennek a város bíborosa, a nagy inkvizítor is, aki letartóztatja Jézust és tömlözbe veti. Este meglátogatja, kérdőre vonja, ugyan miért jött. De igazából nem kíváncsi a válaszára. Egy hosszú monológ formájában előadja azt a szabadságkoncepciót, amelyet illetően szerinte lényegi különbség van kettőjük között. Tulajdonképpen vádbeszédet fogalmaz meg arra vonatkozóan, hogy Jézus miben hibázott évszázadokkal ezelőtt. Nevezetesen abban, hogy szabadsággal ruházta fel az embereket. Márpedig, mondja, az emberek alázatos lények, akik nem bírják el a döntés felelősségét, függést akarnak, és hozzá könnyű boldogságot, és hogy megengedjék nekik a bűnt, amit aztán kegyesen meg lehet bocsátani. A nagy inkvizitor az Isten által az emberre ruházott szabadságeszmével, az egyház által felkínált felügyelet eszméjét, a szuverén emberre pedig a csorda embert állítja szembe. De mindezt nem gonoszságból tételezi így, ellenkezőleg a gyengének vélt ember iránti jóságból. Mindjárt elemezni fogom Hannah Arendtnek az erről írt szövegét, abban ő megjegyzi, vagy párhuzamot von az Inquisitor és Robespierre között, és megjegyzi, hogy a gyengék iránti vonzalom megkülönböztethetetlen a hatalomvágytól. Szóval itt a két eszme, mint két igazság egy olyan vitában birkózik meg egymással, amelyben az egyik fél hallgat. Az Inquisitor által felismert igazság az, hogy az emberek döntésképtelenek és alázatra vágynak, éppen ezért őrültség nekik szabadságot adni, ezért is akarja a felismert igazságot puszta létével is tagadó Jézust mágjára küldeni. A poéma így zárul, szó szerint idézem. Amikor az inkvizitor elhallgat, egy ideig várja, hogy válaszoljon a foglya. Nyomasztja a némasága. Látta, hogy a fogoly egész idő alatt egyenesen a szemében nézve elmélyülten, csendben hallgatta, és nyilvánvalóan nem akart ellenevetni semmit. Az öreg azt szeretné, ha mondana neki valamit, még ha keserült, iszonyult is. De ő váratlanul némán oda megy az aggastyához, és csöndesen megcsókolja 90 éves vértelen ajkát. Ez minden válasz. Az öreg ember megremeg. Megrándul a szája sarka, az ajtóhoz megy, kinyitja, és azt mondja neki, eredj, és többé ne jöjj ide. Egyáltalán ne jöjj, soha, soha. És kiengedi őt a városnak sötét tereire. Eddig az idézet. A hallgatók fél a vita végén kifejezi tehát álláspontját, mégpedig egy testi gesztussal, a csókkal. A beszédben résztvevő csend performatívummá válik. A performatívum fogalmat itt az ausztini jelentésnek megfelelően használom, de most nem akarom ezt részletesebben kifejteni. A csendnek, mint performatívumnak meghatározó vonatkozása a testi fizikai kifejeződés, amit a megtestesülés gesztusaként értelmezhetünk. Ez a megtestesülés fogalom a performativitás elméletek alapját jelenti, de ennek részletesebb elemzésére ebben az előadásban szintén nem térek ki. A nagy inkvizitor jelenet több szólamú. Úgy is értelmezhető, mint Iván és Aljos a vitája. Egy vitában pedig álláspontok, érvek, indulatok egyaránt megfogalmazódnak. Iván nem írta meg a poémát, hanem csak elbeszéli,
Az élőszóbeli előadás lehetővé teszi, hogy a monológ dialógussá váljon. Iván szünetei, elhallgatásai felkínálják testvére számára, hogy ő is beleszóljon, hozzáfűzze a megjegyzéseit. Aljos a kérdései pedig Iván saját álláspontjának az értelmezésére készteti. Ebből a beszédszituációból egy olyan vita bontakozik ki, amelyet a mindennapi életből, a tudományból, a politikából jól ismerünk. Ellenben a poémában ezzel szemben zajlik az a másik vita a nagy inkvizitor és Jézus között, ami sokkal talányosabb ennél. Ott nem a másik szavai, hanem éppenséggel a némasága, ezzel együtt a testi-szellemi jelenléte fogja a meggyőződéses fél, ha nem is álláspontját, de legalábbis a válaszként megfogalmazódó tetteit befolyásolni, mégpedig radikális módon. Miből származik, és miféle kifejeződési lehetőségeket hordoz magában a performatív némaság? Hannah Arendt a Forradalom című értekezésében Jézus némaságát az együttérzés aspektusából elemzi. Úgy véli, a szavak használatában mutatkozó félszegség, ami értelmezhető az általánosítás képességének hiányaként, felfogható a jóság jeleként. Ennek egy radikálisabb formája a poémában reprezentált némaság, amely az inkvizítor iránt kifejeződő együttérzés jele. Bár ez az együttérzés teljesen némának nem nevezhető, hiszen van nyelve, gesztusokból, arckifejezésekből, és nem szavakból áll. Jézus nem azért maradt csendben, mert nincsenek érvei, hanem mert együttérzéssel hallgatja a vitapartnere ékes szóló előadását az emberek gyengeségéről és az inkvizítor irántuk tanúsított megértéséről. Sőt, azt mondhatjuk, Jézust megrázza ez a szenvedés és szenvedély, amit az inkvizítor nagy monológiának hömpölygése mögött megtapasztal. Jézus hallgatásának nem egyszerűen intenzitása, hanem performatív ereje van, ezért nem a beszéden kívülálló, hanem ahhoz szervesen hozzátartozó némaságnak kell tekinteni. A monológ ettől a performatív erőtől alakul át dialógussá vagy vitává. A dialógus része a beszédet lenni hagyó, pontosabban azt egyrészt jóváhagyó, elként jóságként megnyilatkozó tekintet Jézus hallgatása. Másrészt az abban foglaltakkal szembeszegülő testi gesztus a csók, mely oly módon válik performatívummá, hogy végül a beszélő álláspontjának felülírását is végrehajtja. De vizsgáljuk még tovább, hogy Arendt említett művében miként írja le a beszéd és a némaság fenoménjait. A beszédet az ember meghatározásához társítja. Az embert Arisztotelész két híres definíciójából kiindulva olyan politikai lényként tételezi, aki fel van ruházva a beszéd képességével. A politika világával szembeállítja az háborúk és az erőszak világát, idézem, ahol az erőszak az abszolút úr, mint például a totalitárius rendszerek koncentrációs táboraiban, nem csak a törvényeknek kell elnémulniuk, hanem mindennek és mindenkinek. Éppen a némaság miatt számít az erőszak marginális jelenségnek a politika világában. Eddig az idézet. Nem pusztán azért, mert maga az erőszak képtelen beszélni, hanem mert a beszéd tehetetlen az erőszakkal. Arendt a némaságban egyfelől egy uralhatatlan erő kifejeződését ismeri fel, másfelől úgy véli, a némaság hozzátartozhat az együttérzéshez, mint morális affekcióhoz is. Az együttérzés, aminek fogalmát Rousseau vezette be a politika elméletbe, a másokkal való együttszenvedés képességét jelenti, és ez az az emberi megnyilvánulás, amely a leginkább szembeállítható az erőszakkal. Arendt két egymással ellentétes némaságról beszél tehát. Az a némaság, amely nem az együttérzésből fakad, kívül áll a beszéd és a politika világán. Ezzel a továbbiakban nem is foglalkozom. Továbbra is az a kérdésem, hogy milyen az a némaság, amely az együttérzésből fakad, és amelynek legradikálisabb formáját Jézus képviseli ebben a fiktív történetben. A némaságot itt természetesen nem mint orvosi fogalmat, nem mint az érthető beszédre való tartós képtelenséget vagy fiziognómiai állapotot értem. Ugyanakkor az eddigiekből az világos, hogy a vita részeként felfogott némasághoz hozzátartozhatnak a fiziognómiai állapotok, azaz a testi kifejeződések. A beszéd részeként értett némaság az elhallgatásból vezethető le, ami egy késztetésen alakul. A beszélő fél valamilyen belső erőtől vezérelve meghozza azt a szuverén döntést, hogy beszédét egyszer csak félbehagyja, szünetet tart, vagy netán meg se szólal. A kérdést ezért így pontosítanám. Mit jelent az elhallgatás? Maurice Blanchot a Megszakítás című esszéjében fogalmazta meg azt az állítást, mely szerint egy beszélgetés mindig szekvenciákból áll. A partnerek időről időre megszakítják beszédeiket, szünetet tartanak, a szünet teszi lehetővé a szó átadását, a váltást, az egymás utániságot.
A beszéd hatalma megszakad. Ez most idézett Blanchot-tól. A beszéd hatalma megszakad, és a megszakítás oly szerepet játszik, amely alárendeltnek tűnik, pontosabban az alárendelt váltakozás szerepének. Ám ez a szerep oly rejtélyes, hogy magának a nyelv titkának a hordozójaként jelenhet meg. A mondatok közötti szünetként, az egyik beszélő szüneteként a másikkal szemben, és figyelmes szünetként, az egyetértés szüneteként, amely megkétszerezi a kifejezés hatalmát. Eddig az idézet. A mondatok közé betörő lélegzetvételnyi vagy éppen hosszú csend egyenesen a diskurzus alapjaként értelmezhető. A csend teszi lehetővé, hogy az egy irányba tartó, homogén gondolatmenet folytonossága, netán egy zsarnoki monológ folytonossága megszakadjon, új irányt vegyen. A beiktatott csend nem a nemlét vagy a megsemmisülés irányába tart, ellenkezőleg előkészíti a gondolat kifejlődését. Idézet, megszakad, hogy meghallgattassék, meghallgattatik, hogy szóljon. Blanchot eszéjében sorra veszi és elemzi a dialógus tavoló és artikuláló megszakítások típusait, míg végül eljut a lét megszakításának tételezéséhez. Én ebben a kategorizálásban most nem követem őt, ellenben a lét megszakításának tételezéséhez én is elkívánok jutni egy másik úton. Előadásom télosza annak feltárása és megértése, hogy mit jelent az elhallgatás ontológiai értelemben. Mit jelent, illetve miből ered ez a beszéddel szemben kifejeződő csend, ami a megszakítás révén jut érvényre. Mint ismeretes, Wittgenstein a traktátusban, miután megállapítja, hogy világom határai nyelvem határait jelentik, és hogy a kijelentések összessége a nyelv, arra a végkövetkeztetésre jut, amiről nem lehet beszélni, hallgatni kell. Nyilvánvaló, hogy Wittgenstein nem valamely belső, akár racionális, akár emocionális, spirituális késztetésből fakadó hallgatásra utal, hanem a nyelv azon ontológiai sajátosságára, amely a világ határain kívül eső dolgokat, lévén azok nem is léteznek számára, nem tudja kimondani. Pontosabban azok létezhetnek, de csak misztikumként. Nem célszerű éppen ezért Wittgensteinnel keresnünk a választ a beszédben aktív szerepet játszó némaság jelentésére. Jól lehet, a hallgatás eszmével az osztrák filozófus maga is arra utal, hogy a nyelv határain túli csendben fedezhetjük fel a logikán, az érvelhető igazságokon túli világot. És mi más tehetne erről a világról tanúbizonyságot, ha nem éppen a hallgatás. A vitaként felfogott beszédszituáció pontosan arra szolgál, hogy a megszakításként beiktatott hallgatás által a nyelv részévé váljon az is, ami a nyelv határain túl van. Ennek kétségtelenül egyik legszebb példája a nagy inkvizitor jelenet. Mihail Bakhtin mutatott rá arra Dosztojevszkij könyvében, hogy az orosz író egy új regényformát hozott létre, a polifonikus regényt. Ennek lényege, hogy a hős szavai nem zanak el, hanem a regény struktúráján belül önálló világot alkotnak, mint egy a szerzői beszéd mellett hangzanak el, és vele, valamint a többi hős hasonlóképpen teljes értékű szólalmaival sajátos módon kapcsolódnak össze. A nagy inkvizítor jelenet vonatkozásában ennek a polifóniának csak egyetlen mozzanatát emelem ki, a szólamok összekapcsolódását, melynek révén a beszélők mondatai és tettei sajátos eseményszerűségre tesznek szert. Elsőként két szólamról beszélhetünk. Az egyik szólam Jézus és a nagy inkvizítor vitája, a másik Iván és Aljosa vitája. Mindkettő annak a fajta dialógus hagyománynak felel meg, amelyet szokratikusnak nevezünk. A hősök szellemi álláspontját tükröző filozófiai párbeszédek szokratikus jellegére szintén Bakhtin hívta fel a figyelmet, amelyet egyfelől a Dosztojevszkij hősök idegen szóra, idegen tudatra való beállítottságából vezet le, másfelől az öntudat és az önmeghatározás mély dialogikusságából és polemikus jellegéből. A szokratikus jelleg jelen esetben abban fejeződik ki, hogy a poéma előadása, ami végső soron Iván világnézetének kifejtése, nem egy előre megírt szöveg felolvasásaként, hanem egy beszélgetés formájában megy végbe. Ez a kettős dialógus teremt lehetőséget arra, hogy Iván koncepciója módosuljon annak fényében, amit beszélgető partnere közbevet. A filozófiai álláspont kifejtése olyan beszédszituációban megy tehát végbe, amit szokratikusnak nevezhetünk. De hogy értsük, mit is jelent ez itt, érdemes visszanyúlni a genezist jelentő szövegekhez. Platón dialógusaiban Szokratész az önkifejlő önmegértés folyamatában tárja fel az igazságot, aminek keretéül a másokkal folytatott vita szolgál.
Nyilván szükségszerű lenne itt különbséget tenni a korai és az érett, a rövidebb és a kifejtettebb dialógusok között, hiszen vannak olyan művek, amelyekben Szókratész beszélgető társai egyszerűen csak tudatlanságukról tesznek tanúbizonyságot, vagy az önigazolás eszközéül szolgálnak, ekként nem is valódi vitapartnerek, vagy legalábbis nem performatív részesei az igazság kifejlésének. De most eltekintek ezen különbségek meghatározásától, már csak azért is, mert a szokratiszi önmegértés azon sajátosságára fókuszálok, amelyben az elhallgatásnak van szerepe. Blanchot-ra hivatkozva fentebb megfogalmaztam, hogy egy vitában, azaz a dialogikus formában megvalósuló diskurzusban a beszélő elhallgatása révén kerül át a szó a másik félhez. A kérdés az, hogy az érveit kifejtő beszélő miért választja egyszer csak a csendet? Miféle belső vagy külső erő készteti őt a megszakításra? Feltételezhetjük ugyan, hogy a beszélgetőtárs testi gesztusai sürgetik a berekesztést, de végső soron akkor is egy sajátos erőnek való engedelmeskedésről beszélhetünk. Mi ez a sajátos erő? Nos, az elhallgatás tanulmányozásához alig, ha találhatnánk biztosabb kiindulópontot Szókratésznél. Szókratész ugyanis időnként félbeszakítja önmagát. Igazsága ilyenkor nem az érvelő logosz önkifejléseként, ellenkezőleg az érvelő logosszal való formai szembeállításban fogalmazódnak meg, amihez nem csak a szemantikai opozíció járul hozzá, hanem dramaturgiai mozzanatok is. Mint ismeretes, Platón dialógusaiban nem egyszerűen arról van szó, hogy a vitában a partner a saját téziseit előadó beszélőt eltéríti előzetes álláspontjától, hanem azokról a pillanatokról is, amikor Szókratész számára egyszeriben kiderül, hogy érvelés művészete logikailag elégtelen, fogyatékos, félrevisz. Az érvelés menet ilyenkor önmagát felszámoló műveletnek bizonyul. Mintha az érvek eljutván a gondolatmenet bizonyos mélységéig érvényüket vesztenék, hogy racionalizálhatatlan technikákat és bizonyos eszkatológikus megnyilatkozásokat engedjenek maguk elé. Szókratész gondolkodói integritása eként egy kettősségen alapul, melyben egymás mellé kerül a biztos tudású érvelő, aki beszél, és a homályos sejtésekre, sugallatokra hagyatkozó gondolkodó, aki hallgat, de legalábbis túllép az érveken. Az elhallgatás első stádiumát az jelenti, amikor Szókratész mitoszokra hivatkozik, bár itt a beszéd folytatólagossága nem szakad meg. Ugyanakkor egyértelmű, hogy sérül a dialogikus kommunikáció, hiszen a mitoszokat Szókratész hosszas monológok formájában meséli el. Az érvelő beszéddel szemben álló vallásos hagyományon alapuló mitoszok, melyek funkciójuk szerint a preegzisztenciáról szóló elbeszélések, a felmerülő filozófiai problémák intuitív átélését kínálják, nyelvezetüket homályosság és a fogalmi szigor hiánya jellemzi. A bennük lévő poétikai töltet révén a költészetnek ahhoz a fajtájához sorolhatók, amelyek a múzsák szent őrületében, manikéban, azaz megszállottságban fogannak. A maniké, ahogy olvashatjuk a Phaedrosban, isteni osztályrészként jön ránk, szemben az emberi erőtől függő oionoisztikéval, mely iparkodik az emberi sejtés számára belátást és ismeretet nyújtani. Szerezni, bocsánat, ez idézet volt. A Szókratész szájából elhangzó mitoszok költészetként olvastatják magukat, ilyen módon a mániákus elragadtatás adományai. A költőt az öntudat elvesztése örjöngés jellemzi, az isteni megszállottság rabja lesz, nem tudja, mit beszél, hiszen eszköze az isteni beszédnek. A megszállottságban, az önmagasságból való kiragadtatásban az isteni rész nem belső késztetésként, hanem másságként jelenti be magát, igazolhatatlanságként, az azonosságra való visszavezethetetlenségként. Ezért is szakítja félbe az önazonosságot birtokló beszélőt, a biztos érvelőt. De ez nem az önmegértés feladását jelenti, ellenkezőleg. Amennyiben a dialektika a dairesis művészetével csak nem megegyezően azt jelenti, hogy helyesen tegyünk különbséget az önmagunkat a dialektikus, teoretikus magatartásához igazodva, a végsőig kikérdezzük, önmagunkkal vagy másokkal folytatott dialógusban, egy előzetes tudáshoz jutva el így, annyiban a mitoszokra való hagyatkozás a racionalizálható tudásból, az argumentációra épülő nyelvből való kihátrálást jelenti, egyúttal közelítést a nem nyelvi kifejeződés az elhallgatás felé. Az érvelő filozófus ilyenkor elhallgat, helyette a mitoszok beszélnek. Az önmegértés hallgatáson keresztüli megvalósulásának ennél eklatánsabb példáját, vagy második stádiumát jelenti a daimónion általi elnémulás.
Ilyenkor egy belső hang lepi meg teljesen váratlanul a filozófust, sokszor a szó közepén állítja le, letiltva azt a beszélgetést, praxist, amit éppen folytat, mivel hogy az helytelennek bizonyul. Az azonosíthatóság paradoxona, ahogy a mitikus argumentáció kapcsán itt is fölmerül, sőt még kifejezettebbé válik. Mert a hang elsősorban nem egy belső igyekezési folyamatot reprezentál, hanem egy végső tudást előlegez. Itt Hévízi Ottónak az eszéjére utaltam. Egyfajta isteni tudást. Azaz itt nem a hang belső meghatározottságáról, és nem is az ember önmagába zárulásáról van szó, ellenkezőleg az én megnyílik az abszolút másság az isteni tudás felé. A védőbeszédben Szókratész ezt egyenesen isteni jeladásnak nevezi. Ezekben az esetekben a valódi tudáshoz tehát az igazolhatatlanság, az isteni szférával létesített uralhatatlan viszony vezet el, nem a beszéd, hanem a hallgatás, az odahallgatás. Mindezek alapján kijelenthetjük, a megszakításban a daimon sugallata működik. Amennyiben a csend a dialogikus diskurzus alapja, úgy ezen alap lényegi mozzanata a daimon sürgetése. De térjünk vissza a szokratikus dialógus vizsgálatától a kiindulási ponthoz, Jézus performatív némaságának a megértéséhez. A nagy inkvizítor a szabadságról szóló monológiát annak a történetnek a felelevenítésével indítja, amelyben Jézus a pusztában párbeszédet folytatott az ördöggel, akit a 90 éves aggasztján az elbeszélésében félelmetes és okos szellemnek, az önmegsemmisítés és a nemlét szellemének nevez. Nevezhetjük a Jézus és az ördög közötti dialógust a polifónikus szerkezet harmadik szólamának. Az inkvizitor úgy véli, hogy ez a nap volt a legfontosabb az emberiség későbbi története szempontjából, hiszen Jézus ekkor hozta meg az embert illető három legfontosabb kérdésre a választ, a döntéseit, és az ő megítélése szerint rossz válaszokat adott. A felrótt tévedések közül csak az elsőt elevenítem fel. Az evangéliumokból is ismert történet szerint Jézust a 40 napi böjtölés után elsőként az éhség kísértette meg, de az ördög buzdítására sem volt hajlandó a köveket kenyérré változtatni. Azt felelte a kísértésre, idézem, megvan írva, nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, mely Isten szájából származik. Máté evangéliumából idéztem Károli Gáspár fordításában. Amivel saját példáján keresztül az Isten általi szabadságot kínálja fel a testi szükségletek kielégítése helyett az embereknek. A megvan írva visszatérő fordulat a kísértésekre adott válaszokban. Amivel Jézus egyszerűen azt jelzi, nem egy privát igazságra hivatkozik, hanem Isten szavára. Ahhoz, hogy értsük, mennyiben volt ő azonos ezekkel a szavakkal, azaz Istennel magával, szükségszerű lenne itt teológiai feltevésekbe bocsátkozni, pontosabban érinteni azt az ókor óta meglévő csillapíthatatlan vitát, amely Jézus természetének vagy származásának a kérdését illeti. A vitából a kiútat a kettős természettanak fogja jelenteni. Lábjegyzetben kitérek erre, de most nem akarom ezt a vitát részletezni. Szóval a kettés természet tana jelenti a kiutat, mely szerint egy és ugyanazon személyben két természet, az emberi és az isteni kapcsolódik össze. Mindez csak annak megítélése miatt fontos, hogy tudjuk, ki beszél, amikor Jézus kimondja azt az igazságot, mely szerint az embereknek elsődlegesen szabadságra van szükségük, s nem kenyérre. De végső soron nem is kell ezt eldöntenünk, hiszen Jézus alakja itt pusztán a nagy inkvizítor által megítézett káprázat. A fenti mondatot a regénybeli dialógusban nem Jézus mondja ki, hiszen ő hallgat, hanem az inkvizítor monológiában jelenik meg egyfajta Jézus és az ördög között zajló belső dialógusként. A Jézus némaságába foglalt szavakat végső soron saját monológia azon belső hangjának kell tekintenünk, amely végül megakasztja őt az egy irányba tartó őrült beszédben. Jézus alakja és néma tekintete az inkvizitor számára a daimont jelenti tehát, mely letiltja őt, nem is csak a szavak áradatát szakítva meg, azaz a beszéd praxisát, hanem azt a valóságos cselekedetet is, amire készül, nevezetesen, hogy másnak mágján elégesse őt a többi eretnekkel együtt. A daimon, ahogy a Szókratésznál is láthattuk, a megszakítás révén erkölcsi tiltást vezet be, itt éppenséggel az erőszakkal szembeni tiltást, így politikai kontextusban is értelmezhető. Arendt kapcsán is utaltam az erőszakra már, aki kijelentette, hogy az erőszak kívül esik a beszéden. Ezt úgy módosítanám. Az erőszak kívül esik a dialogikus, azaz a másik,
a másság a daimon által megszakítható beszéden. Blanchot szintén rámutat a megállás nélküli beszédben rejlő erőszaktétel lehetőségére, felidézve Hitler szörnyű monológiait, és minden olyan diktátorét, vagy akár államfőjét, aki élvezi, hogy egyedül beszél, és szószólójától megrészegedve az gátlástalanul, mint felsőbbrendű és legfőbb szót zúdítja másokra. Ilyen zsarnoki beszédet valósít meg a nagy inkvizítor is addig a pillanatig, amíg daimonja félbe nem szakítja. Ezt a daimont szükségszerűen itt Istennel kell azonosítanunk, Jézus néma tekintetében, majd a csókban, amelyen lefogja az inkvizítor kezét, Isten szava válik performatívummá. Ezért lesz tehetetlen az ördög álláspontját képviselő bíboros a látszólag a hatalma alatt tartott fogollyal szemben. Ezért kell rádöbbennie arra, hogy a néma tekintetből sugárzó erőt nem képes birtokolni. A némaság is beszéd, mégpedig a formákat széttörő beszéd. Amikor a vitát beszédként írom le, akkor utalok arra a hipotézisre, amit a bevezetőben nem mondtam el előzetesen. Tételezésem szerint a vita megismerést jelent egy olyan beszédszituáció formájában, amelyben az én és egy másik, illetve egy én és egy másik szemtől szemben állnak egymással. Az elmúlt két napban a konferencia előadásai elsősorban a filozófiai vita kérdési járták körbe teoretikus és történeti megközelítésben. Én zárásképpen kitágítom ezt a fogalmat, és úgy határozom meg a vitát, mint azt a legalapvetőbb beszédszituációt, amelyben az igazság megismerésére megy ki a játék, de ez a megismerés csak is a másik felől érkező kritikán alapulhat. Ennek a kritikának alapvető eszköze a csend beiktatása is. Előadásom utolsó részében röviden ezt az ontológiailag elgondolt vita fenomént mutatom be, Emmanuel Levinas beszédről megfogalmazódott teóriája mentén. Levinas a Teljesség és Végtelen című művében a beszédet úgy írja le, mint az ontológiát megelőző etikai cselekedetet, mint olyan eseményt, amelyben az ugyanaz, az önmagával azonos én, számol a másikkal, mint beszélgető társal. Az én és a másik között a francia filozófus radikális különbséget tételez, ami idegenséget és távolságot jelent. Ám csak a másikkal való viszony révén tárulhat fel a lét végtelensége, ami a véges, elkülönült én, amit a véges, elkülönült én önmagában nem tapasztalhat meg. Az csak a másik vezetheti be saját szabadságának, mint tőle való különbözőségének a felmutatása révén. Ennek egyik első lépése a beszéd. Mint Levinas írja, idézem, az igazság ott bukkan fel, ahol egy másik léttől elkülönült lét nem belezuhan a másikba, hanem beszél hozzá. A beszédszituációt úgy írhatjuk le, mint amelyben két én, két ugyanaz nyilvánítja ki önmagát egymás előtt, mindkettő a maga sajátos formájába van merevedve. A vitával szemben elgondolt koherens beszédet egynek is oszthatatlannak tételezhetnénk, melyben a beszélő lelkek közös ideákból részesülnek, csak hogy egy egyetemes gondolat egyáltalán nem is igényelne kommunikációt. A vitaként tételezett beszéd egész mást jelent. Az abszolút idegen dolog tapasztalatát, a megdöbbenés traumáját. Csak az abszolút idegen tud tanítani minket, írja Levinas. Idegensége a szabadságán alapul. Éppen ezen idegenség miatt fogalmaz meg velem az énnel szemben kritikát, mégpedig a szüntelen megkérdőjelezésen keresztül, mely minden vitaszituáció alapvető mozzanata. A beszéd nem szerelem. A beszéd arra szolgál, hogy az én szakadatlan önazonosságának koherenciáját széttörje egy szemtől szembeni viszonyban. A szemtől szemben állás egyfelől a beszélők által megtapasztalt és a beszédben kifejezett világ szembenállását, azaz különbségét jelenti. Másfelől jelenti a létezők ontológiai viszonyát, az egymás felé fordulást is, önön meztelenségük egymás előtti felfedését. Levinasnál ez a felfedés az arcon keresztül történik meg. Idézem újra Levinaszt, az arc élő jelenlét, kifejeződés, a kifejeződés élete a forma tönkretételében áll, amellyel a tematizációnak kitett létező elleplezi magát. Az arc beszél, idézet vége. Tegyük hozzá, nem szavakkal, hanem a némaságával beszél. Az arc megnyilvánulása jelenti a vita második lépését, az én és a másik közötti távolságot már eleve fenntartó beszéd megszakítását, a formák széttörését. A másik arcában az az énhez képest transzcendens hatalom fejeződik ki, vagy Levinas terminológiájában
illetve az énhez képest magasságosnak nevezett transzcendens hatalom fejeződik ki. Nyilván egy írott szövegben ez poétikai kifejeződésen keresztül tud megnyilvánulni. Amikor az inkvizítor Jézus néma arcába néz, akkor megtapasztalja ezt a transzcendens hatalmat, mely széttöri zsarnoki beszédének formáját és erejét. A kérdésem az, hogy vajon nem ez a mintázat működik-e minden olyan beszédszituációban, amelyet vitaként írhatunk le, már ha ezt a jelenetet metaforikusan értjük, s egyfajta mintázatként fogjuk fel. Akkor, amikor tétovázok, elhallgatok, átadom a másiknak a szót, amikor beszédemet megszakítom, mert látom a másik tekintetében, arcában, hogy mást gondol, s vágyom annak a másságnak a feltárulására és megértésére. Zárójelben Levinas a beszédet a másság utáni vágyként és jóságként is definiálja. Vagy elhallgatok, mert érkezik egy démoni sugallat, ugyan nem a másik, de a más felől. És én szintén helyet adok magamban ennek a hozzám képes transzcendensnek tételezett erőnek, mely révén új gondolatokhoz, új felismerésekhez, az igazsághoz, mint önmagam megértéséhez kerülhetek közelebb. A diskurzus megszakító csend nem egyszerűen a beszédet tagolja, hogy felossza azt a beszélők közötti térfelekre, hanem ontológiai megszakítottságot jelent. Törést, amelyen keresztül a lét mutatkozik meg. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönjük mi is, Gerda. Én a program szervezőjeként arra gondolok, hogy az előadásod után, a diskurzus csendje után nincs vita. Ha csak te nem ragaszkodsz ahhoz, hogy legyen most is vita és hozzászólás, de nyilvánvalóan most csak mi abba hagyjuk, és nem pedig befejezzük a konferenciát, illetve a témánkat. Tehát ha nem ragaszkodsz hozzá, igen, nem? Én nem ragaszkodom hozzá, de szeretném azt kérni, hogy akinek van kérdése vagy hozzászólása, írja meg nekem, mert nagyon örülnék neki. Jó, akkor ezt én is szeretném kérni hangsúlyosan. Ellenben át szeretném adni még a szót Boros Gábornak, a Magyar Filozófiai Társaság elnökének, hogy zárja le a konferenciát. Köszönöm szépen. Külön köszönöm Gerda záró előadását. Rosszul éreztem magam egy kicsit az elején, amikor mondtad, hogy zárszót tartasz, mert a program szerint a zárszó zászlót azt én kaptam megtisztelő felkérésként a főtitkár úrtól, de persze ezek nagyon jól megférnek egymás mellett, hiszen te egy gyönyörű záró előadást tartottál, én pedig némileg prózaibb zárszót szeretnék igazán csak mondani. Legelsősorban a köszönet szavát alapvetően Gyenge Zoltánnak és Lackó Sándornak, ugye, akik egyfelől szervezték ezt a konferenciát, másfelől pedig ugye, kezdettől fogva, mint az Oli, ugye, minden tekintélyével és az anyagi támogatással is mindig mögötte álltak. És hát ez a kettős angazsma tette lehetővé, hogy egy év szünet után minden járványhelyzet ellenére legalább ebben az online térben újra együtt lehessünk, és meghallgathassuk egymás előadásait, még a szekciókra bontás is bele lett építve, ami ugye kellemetlen dolog, mert az ember természetesen csak egyik szekción tud folyamatosan részt venni, és a másik szekcióban elmondottakat nem hallja, de mégis legalább azt az illúziót is részben adja, ami az Eleven konferenciának a hangulatát jelzi, vagy megidézi. Reméljük, ugye, hogy jövőre majd ismét együtt lehetünk személyesen Szegeden, és akkor mehetünk a halászcsárdába is enni. A vita volt ugye a konferencia fő témája, és egyszer mind a Heller Ágnes emlékkonferencia is volt,
A Zoli ugye föladta a labdát, most itt így a régi nagy teniszmeccseinkre emlékszem egy picit vissza ezzel is, hogy én most leütöm azt a labdát, amit ő feladott nekem. Ugye a vita, ha latinosan olvassuk vitának, akkor az az életet jelenti, és kevéssé lehet, ugye ez több előadásban is elhangzott, kevésbé lehetne alkalmasabb módon megfogalmazni Heller Ágnes életét, mint a vita életeként. Ugye ezt a Zoli a megnyitó beszédében is kiemelte. Úgyhogy ennyiben is nagyon, nagyon alkalmas volt ez a téma, az emlékkonferencia témájaként. Ugyanakkor én ezt tovább is vinném annyiban, szabadon támaszkodva előadásokra, amelyeket meg tudtam hallgatni, ugye nyilván nem tud az ember mindent meghallgatni. Ugye én nagyon, nagyon fontosnak látom, hogy egy ponton, egy lépésre tovább menjünk így a vita párhuzam hangsúlyozásával. Ugye abban az irányban, hogy hangsúlyozzuk, hogy a filozófia az nem egy pőrén egy episztemológiai vállalkozás, amely valami kumulatív értelemben vett episztemológia értelmében egyfajta megadott válaszok, egyszer és mindenkorra megadott válaszok felé törne, és aztán ennél fogva a vita léte, és az, hogy a vita a filozófiát az egész nyugati története során végigkíséri, hogy ez valamifajta kudarc lenne, de hanem sokkal inkább az életnek van filozófiája, ugye, tehát nem a tudománynak, nem a tudomány megszerzésének van filozófiája, hanem az életnek van filozófiája, vagy az egzisztenciának, hiszen ugye ennyiben nyilván minden vitánk ellenére adott esetben, amely Heideggerrel van, ugye világos, hogy a tudomány valóban az embernek, vagy a dázánynak, vagy akárhogyan is nevezzük, egyfajta létezésmódja. Tehát ennyiben a filozófia az ezzel a létezésmóddal, az élettel van rokonságban, és ehhez van köze, nem pusztán csak az igaztételek egészeként felfogott tudománnyal. Tehát ennyiben az általam is hallott előadások, ugye ezek mind amellett szóltak, hogy a filozófiát és a filozófiában megtörténő vitákat, azokat ebben az élet vagy egzisztencia filozófiai keretben tekintsük, most nyilván nem Sartre-ra vagy egy meghatározott egzisztencia filozófiára gondolva, amikor ezt mondom. És itt ugye nagyon érdekes, hogy az előadások során ugye elhatárolódott a vita szférája, ugye, tehát mint egy elhelyeződött a vita szférája abban az értelemben, hogy helyhez kötötté vált a vita, ugye azzal, hogy elhatárolódott egy fenti, egy vita fölötti szférától, ugye, amely az isteni szónak a felmutatásával, ugye, nem vita értelmében, de disputaként való megjelenítésével, hanem a felmutatás értelmében vett demonstrációval jelenik meg közöttünk, amelyre kapcsolatban nem lehet vita, illetve mint egy lejjebb, ugye ehhez képest metaforikus értelemben, az érzés világa, az együttérzés világa, amely az emberi létezők egymás közötti kapcsolatára is valamilyen elemi szinten jellemző kell legyen, és az embernek az állatokhoz, a növényekhez nyilván tovább vitatható módon, mértékben, keretek között, de mégis ott kell legyen. Tulajdonképpen vita nélkül kell legyen. És ez azért is jó, hogy a Heller Ágnes konferencia vezérszólamaként talán ezt lehetne mondani, mert hogy ez nyilván olyas valami, amiben az Ági otthon érezné magát,
otthon érezte volna magát, vagy otthon érezte magát, ki tudja, hogyan is kell ezt most itt fogalmazni. Bizonyára, ahogyan mondta Zoli az elején, bizonyára minden előadásban magára talált volna, vitázott volna, kérdéseket tett volna fel, és bizonyára magáévá tette volna ezt a fajta hármas tagozást, hogyha ha szabad ezt mondani. Egy dolgot szeretnék még érinteni, de nyilván most nem az a feladata az zárszónak, hogy a bennem maradt, bennem, mint hallgatóban maradt kérdéseket föltegyem az egyes előadókhoz intézve. Ugye ahogyan a fönt és a lent között van a vitatere, ugyanilyen érdekesen kibontakozott egyfajta ilyen horizontális tere, a tér kijelölése is a vitának. Ugye annyiban, hogy a poétikai értelemben vett dialógus helyétől, amely a dialógust jelenti filozófiában is, az igazi értelemben vett dialógust, amelyre ugye azt hiszem, hogy mondjuk a Levinástól fölidézett gondolatok itt az utolsó előadásban is utalnak. A monodialógus felé megy át, ível át, amelyiknek a Gyenge Zoli előadásában kaptuk finom elemzését. És a másik oldalon ott van ez a fajta politikai dialógus, vagy dialógus hiány, amelyről ugye szintén volt szó részben a kegyetlenség kapcsán, ugye, és a MeToo, meg a hasonló újonnan felbukkant mozgalmak kapcsán. De talán érdemes még hozzáfűzni azt, hogy a politika szférájában nagyon is otthon van az a fajta látszat dialogicitás, vita szituáció, amely egyáltalában nem kíváncsi ténylegesen a másik véleményére, hanem a hatalmon lévők saját véleményének a visszahallását inszenírozott, képzelt vagy valóságnak álcázott megjelenítésével. Tehát egy ilyen fajta álvita is létezik ezen a horizontális elhelyezésen, ami a filozófiát illeti. Tehát egyfajta poétikai vita szituáció és egy ilyen álpolitikai vita szituáció között helyezkedik el remélhetőleg a filozófiai vita valamiképpen, nyilván közelebb a poétikai értelemben vett vitához. Úgyhogy nem is szeretném tovább rabolni kinek-kinek az idejét. Az utolsó köszönetnyilvánítást szeretném még kimondani az előadóknak, ugye minden előadónknak, akiktől nagyon várjuk az írásos változatát előadásaiknak, amelyekben reflektálnak a föltett kérdésekre, azokra a kérdésekre is, amelyeket ugye, mint Gerda kérte, írásban is megkapnak, de nyilván más is. Minden előadó szívesen fogadja az írásban eljuttatott reflexiókat is, hogy belevehesse az írott változatba, és hát nagyon reméljük, hogy a főtitkár úr most egy soha nem látott méretű monstre pályázatot állított össze, és a múlt héten adott be, amelynek segítségével remélhetőleg
biztossá fog válni a kötet megjelenése és a jövő évi, a társaság jövő évi programjai is együttvéve. Úgyhogy én ezt külön is meg szeretném köszönni Laszkó Sándornak, de azt is, hogy biztosak lehetünk benne, hogyha netán nem nyernénk ezzel a pályázaton, a kötet akkor is megjelenne, mint ahogyan eddig leginkább nem nyertünk a pályázatainkon, de Sándornak és a Profilosófia Szegedi Inszi alapítványnak köszönhetően, ugye eddig is mindig megjelent. Úgyhogy ezért aztán külön köszönet ismét csak Sándornak és Gyenge Zolinak, aki nyilvánvalóan nem teljesen független ettől a bizonyos alapítványtól. Úgyhogy nagyon, nagyon köszönöm, és akkor hát minden jót kívánok mindenkinek, és nagyon remélem, hogy jövőre nagyjából ebben az időszakban Szegeden fogunk találkozni, és ott fogjuk a szokásos módon alakítani az együttlétünket. Ott lesz talán az a kis csemete is, aki most éppen megjelent a képen, az én névrokonom, Ölén, és majd bizonyára alkotó módon együtt fog működni velünk, remélve, hogy bele fog nőni a filozófus létbe, és nem maradunk. Nem maradunk az utolsó generációja a filozófusoknak. Jó, köszönöm szépen, akkor minden jót kívánok. Köszönjük szépen. Viszontlátásra, szervusztok. Köszönjük szépen. Sziasztok, köszönjük. Köszönjük, viszontlátásra.